Sziasztok, Fid vagyok, és ebben a videóban erről a kis Acer TravelMate B1-es notebookról lesz szó. A tartozékok pedig rengeteg leírás, a szokásos tápkábel, és egy kis adapter, amely 19 voltos és 2,37 amper tud leadni. A gépet ilyen szépen bebugyolálva kapjuk. Ez egy jó pont az Acernek, mert akár ebbe tudjuk hordani is, ha csak beledobjuk táskába. Plusz még itt is kapunk védőszövetet. Mint láthatjátok, elég rendesen gyűjti az új lenyomatot, viszont az anyag minőségbe nem tudok belekötni, teljesen korrekt és tök jó érdes a felülete. A felnyitáshoz nem kell gombot nyomni, a zsanél tök jó masszív, viszont a kijelzőnek azért van egy kis szokásos kilengése. Bal oldalt találjuk az adapter csatlakozót, egy HDMI-t, egy USB-t, egy kombi jack hajzatot, a kártyaolvasót és a hangszóró nyílását. Jobb oldalt szintén találunk egy hangszóró nyílást és egy USB-t. Alul találunk 4 darab gumírozott lábat, ezáltal nem csúszkál az asztalon, és egy felszedhető kis fedlapot, ami alatt a meghajtó lapul, ez esetben egy 128 GB SSD, sajnos nem tudjuk bővíteni pluszban egy hagyományos meghajtóval, mivel a SATA rész nincs benne, plusz még ez a kis fémgyűrű is útban lenne. Belül is ugyanazt a felületet kapjuk, mint kívül, sőt ez esetben a gombok anyaga is ugyanaz, ez egy tök jó ötlet szerintem. A gombok nyomásmódja teljes mértékben rendben van, egész használhatónak tűnik, viszont ami meglepett, hogy a notebook méretéhez képest egy elég nagy touchpadet kapunk, beépített gombokkal, amiket viszont elég nehéz lenyomni. A kijelző szerencsére matt felületet kapott, felül találunk még egy HD kamerát, mikrofonnyílással. Ami nekem itt nem tetszett, az a nagyon vastag alsó rész. A processzor egy 4 magos N3160 integrált grafikus vezérlővel, 4 GB RAM társaságában, ugye 128 GB SSD-vel, integrált Bluetooth-os Wi-Fi-vel. Nézzünk egy Windows betöltést. Tegnap este raktam rá. Itt láthatjátok, azért a Glóba kijelzőn elég rendesen jelen van. De pikpak betölti a Windows 10-et. Az SSD-nek köszönhetően. A kijelző nem egy nagy szám, viszont internetezésre, kis filmezésre teljes mértékben rendben van. Eljött a végszó ideje. A fő kérdés az, hogy amire kitalálták, annak a célnak megfelele, tehát egy utazgatós, hordozós laptopnak, ami általában mindig nálunk van, és erre a célra tökéletes. Még én is bevállalnám, teljes mértékben rendben van a cucc. Nekem egyedül a kijelző alatti vastag rész nem tetszett, de ez már tényleg csak ízlés kérdése. Ez lett volna ez a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek. Fid voltam.